Egy hosszú idő óta nem látott probléma ütötte fel a fejét a katari nagy díj alatt, méghozzá az abroncsokkal szembeni biztonsági aggályok. Az idei évre újjáépített pálya ugyanis kegyetlenül elbánt a Pirellikkel, a gyártó kérésére pedig nagyon szigorúan szabályozták az egy garnitúrával megtehető körök számát. A futam szerencsére defekt vagy egyéb sérülés nélkül ért véget, ettől függetlenül mindenkinek le kell vonni a tanulságokat. A gyártóknak is, és a pálya tervezőinek is. A mai videónkban azt próbálom megfejteni, hogy pontosan mitől tartottak a Pirellinél, és hogy ez az olaszok vagy a katariak sora lehet-e. Csapjunk is bele! Egyik legelső, nagy nézettséget kapó videónk a Peti által narrált Forma 1-es gumifizika című epizódunk volt. Nem szeretném megismételni az ott elhangzottakat, de kiragadnám a számunkra fontos részletet. Azt, hogy egy versenyabroncs három módon használódhat el. Az első a termikus kopás. Ennek lényege, hogy a magas hőmérsékleten működő abroncsok anyagszerkezete elkezd átalakulni, amely során egyre alacsonyabb tapadási együtthatóval rendelkező felületek jönnek létre. Ennek extrém megjelenési módja amúgy a szemzsésedés vagy a hólyagosodás. A második a mechanikai kopás, ami elég kézenfekvő. Az abroncs felületét kitevő rétegek a használat során elvékonyodnak, majd teljesen el is tűnnek. Végső soron már maga a karkasz is láthatóvá válik. Van azonban egy harmadik, a kifáradás. Ezt a fogalmat elsődlegesen fémekkel kapcsolatban használjuk, de bizony a gumik szerkezetét adó nejlonszálak esetében is figyelembe kell venni. Lényege, hogy az anyagszerkezet egy bizonyos határfeszültség, vagyis terhelés felett csak véges számú behatást tud elviselni az elszakadásig vagy eltörésig. És bizony ez történt Katarban is. A Pirelli mérnökei az első szabad edzés utáni vizsgálatokon azt vették észre, hogy a nagyobb futás teljesítményű bal első abroncsok szerkezete bizony megsérült. Ezekből a sérülésekből pedig könnyedén keletkezhettek volna olyan oldalfa leválások, amiket a 2021-es nagy díjon láthattunk. A katari pálya átépítése ugyanis két fontos változást hozott. A nyomvonal kapott egy elképesztően érdes aszfaltréteget, a pálya szélét pedig mini piramisokkal szegélyezték. Nemrég amúgy hasonló rázóköveket telepítettek Jerezbe is, de azokat szerencsére gyorsan felszedték. Remélem, hogy ezek a képek jól szemléltetik mindenkinek, hogy mennyire extrém kivitelűek is voltak ezek a betontömbök. Olyan rázóköveket akartak telepíteni, amelyek elveszik a versenyző kedvét az ívek kiszélesítésétől. Egy órányi körözés után már azonban egyértelmű volt, hogy ez nem jött össze. Azért a pár század másodperc időnyereségért mind a 20 pilóta bőszen használta a kerékvetőket. A 250 km/h feletti sebességgel kanyarokban az abroncsok eleve óriási oldalterhelést és ebből kifolyólag alakváltozást szenvednek el. Ezt az igénybevételt növelte az 5-10 cm magas piramisokon való átugrálás, ami egy olyan magas frekvenciás rezgést hozott létre, hogy a gumik 10-15 kör után szerkezeti sérüléseket szenvedtek el. Az oldalfal és a futófelület határán a karkasz vékony szálai több helyen elszakadtak, a meghibásodás esélye pedig megnőtt. Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója a szombat délután nyilatkozatában kijelentette, hogy nem is a kerékvetők kialakítása, hanem az azokon eldöltött idő volt a probléma. A gyors kanyarok kijáratán ugyanis túlságosan sokat autóztak rajtuk a versenyzők. Ezzel azonban nehéz egyetérteni, hogyha belegondolunk abba, hogy hasonló tempó mellett milyen sokat használják a versenyzők a Silverstone-i vagy Suzuki-i kerékvetőket, azokon a helyszíneken mégsem jelentkezett hasonló probléma, ráadásul ott ugyanezen keverékű abroncsok voltak. Mert hogy a hétvégén a három legtartósabb Pirelli állt a csapatok rendelkezésére. Az a három keverék, amivel más helyszínen akár a teljes versenytávot is meg lehetne tenni. Az első szabad edzés és a félig safety car mögött lefutott sprint futam miatt ráadásul sok adata nem is volt sem a mezőnek, sem a gumigyártónak, akiknek a felújítás miatt amúgy esélyük sem lett volna bármiféle tesztre. Ilyen helyzetben hozta meg azt a döntést a Pirelli, hogy 18 versenykörrel maximalizálja a gumik élettartamát. Itt még felmerült egy kis nyelvészkedés is, ugyanis nem a három kiállást írták elő, hanem a három kiállást determináló 18 körös etaposztot. Ha ugyanis mondjuk piros zászlót hozott volna a futam,
úgy a piros zászló alatti gumicsere nem minősült volna kiállásnak. Így tehát csak egy esetleges balhét szerettek volna elkerülni, ezzel a furcsa szövegezéssel. A bejelentésnél sokaknál rögtön felmerült a 2005-ös indianapolisi gumibotrány, de szerencsére attól azért messze voltunk. Egyrészt itt minden szereplő a helyzet megoldásán dolgozott és nem gátolta azt, másrészt pedig akkoriban a Michelin-es csapatoknak 8 kiállás kellett volna a táv teljesítéséhez, annyi gumiuk pedig összesen nem volt. A verseny tapasztalatai alapján viszont kijelenthetjük, hogy a lájgumik nemhogy 18, de még 12 kört is alig bírtak ki, köszönhetően a nagy oldalterheléseknek és az érdes pályának, a közepes és kemény keverékek azonban eléggé strapabíróak voltak. Azonban itt sem panaszkodhattunk igazán, mivel kaptunk egy a régi tankolós időszakra jellemző taktikai futamot, ahol senkinek nem kellett spórolni. A történtek után várható, hogy a Pirelli tovább erősíti majd a gumik, elsődlegesen az oldalfal szerkezetét, a katariak pedig remélhetőleg felverik ezeket a rázóköveket és mizánói típusúakat fektetnek le. A pályaelhagyást ugyanis inkább a rázókő szélességével és a mögött elhelyezett rétegekkel kellene kordában tartani, nem pedig a rázókövek romboló erejével. Mert hogy bár a hétvégén alkalmazott verziót mind az FIA, mind a FIM engedélyezte, sem a Forma 1, sem a MotoGP versenyek megrendezésére nem nagyon alkalmasak. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, nézzetek szét a csatornán további tartalmakért, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon tudtok minket támogatni, az eddigi támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!